Szombat délután különféle programokkal hangolódtak a húsvétre a Bányász Művelődési Házban, melyekre családokat, de elsősorban gyerekeket vártak. Amint azt láthatjátok, ugrálóvár, trambulin, a nagyon népszerű nyuszik is itt vannak, hál' Isten, hiszen van ebben is partnerünk, tehát valódi nyulakat lehet simogatni, közelről megnézni őket a húsvét alkalmából is, és ismeretterjesztés okából. Emellett játszóház, kézműves foglalkozás, arcfestés, zsíros kenyér, forró tea, mert hogy hűvös az idő, azt hiszem, hogy most éppen praktikus. Hát kb. Így áll, ez is jó hangulat, így áll össze ez a mai történet. Én azt gondolom, hogy ide elsősorban erre a rendezvényre vagy hasonlókra keltvárosiak jönnek, illetve hál' Istennek olyanok, akik más programok kapcsán már talán voltak itt, és látták, hogy mi is emberből vagyunk itt Kertvárosban, és nem harapjuk le senkinek a fejét. Ez önmel egyébként nyilván a kertvárosiakat. Hát azt gondolom, hogy sok minden összetevője van a programkínálat mellett, nyilván az is, hogy ezek díjtalan programok, és az is, hogy milyen az időjárás. Mi történik itt ma délután? Mit csináltok? Hát igazából csak szöszmetelünk, játszunk és szórakozunk. Másról nem szól, inkább csak a szórakozásról. A szöszmetelőben mit csináltál? Eddig még semmit, most megyünk be teát inni, meg talán szöszmetelünk egy kicsit még. És itt kint kipróbáltál már valamit? Persze, hát a trambulin nagyon jó. És az arcfestés? Az is nagyon jó. Nincsenek rá szép szavak. Már nincsenek rá szavak. És a nyuszik? Láttad már itt a nyuszikat? Igen, meg is simogattam az egyiket. Nagyon aranyosak. Mi mindent csináltatok itt ma? Hát ugrálóvároztunk, meg csináltunk ott tyúkot. És itt most mire vártok? Hát várunk arcfestésre. Hát... Várjátok a húsvétot? Én nagyon. Miért? Mert lehet festeni tojást. A nagyszombati készülődés sem volt akadály, hiszen volt olyan kisgyerek, akit a nagypapája hozott el kicsit kikapcsolódni, amíg a nagymama a húsvéti menüt készítette otthon.